Miért nem beszél Magyar Péter az oltások mellékhatásairól és a WHO pandémia szerződésről? Én hozzátenném azért, hogy az oltások mellékhatásairól beszélt, ugye azt összeesküvés elméletnek nevezte, illetve hát azt is hozzátenném, hogy kérdés lehet az is, hogy miért nem beszél egyáltalán bármi olyanról, ami szuverenitásvédelmi problémákat vethet fel, akár mondjuk itt a digitális állam, vagy a... Kínával megkötött szerződések. Ez nem tudok hozzászólni. Márki? Hát nem nagyon hallunk. Ebben most. semmi meglepő nincs. Ebben a tekintetben, hogy ezekhez a kérdésekhez nem szól hozzá, hiszen az elmúlt időszakban, az elmúlt években is, tehát amíg a Fidesz jól kifizető állásaiban sok-sok milliót keresett havonta, addig ő is és a felesége is a lehető legkeményebb és legdurvább módon asszisztált a COVID-diktatúra idején. Hol volt ez az ember, amikor a lehető legalapvetőbb emberi szabadságjogainkat kellett volna megvédeni? És ha a mellékhatások összeesküvés elmélet kategóriájába tartoznak, akkor érdemes megnézni más országoknak is a gyakorlatát, ahol a mint nagyon sok ember tragédiája, ez a helyzet, tehát hogy igenis valós esetek vannak, törvényeket szabtak, törvényeket, kifizetések is vannak már nagyon sok helyen, hiszen a, ezek a mellékhatások, ezek nem csak az emberi szervezetre gyakorolt negatív hatások, hosszú távú fogyatékosság vagy végleges fogyatékosság, hanem nagyon gyakori halálozási esetekről is tudunk, amire már kártérítéseket is fizettek, tehát ennyit az összeesküvés elméletekről. Én azt egy ízléstelen és meglehetősen primitív gondolatnak tartom, amikor más emberek szenvedésén és halálán ilyen veleig, cinikus módon lehet túllépni, vagy valaki lép túl, mint Magyar Péter, tehát felháborítónak tartom ezt a